lehetőséget a valódi alkotmányjogi panasz bevezetése. Ennek alapján az Alkotmánybíróság a bíróságok határozatait kizárólag alkotmányossági szempontból vizsgálná, vagyis azt, hogy a rendes bíróságok az alapjogokat figyelembe véve hozták-e meg döntéseiket, tehát szó sem lehet arról, hogy az Alkotmánybíróság szuperbíróság legyen. A javaslat jelenlegi megfogalmazása viszont nem teszi kellőképp egyértelművé, hogy az alkotmányjogi panasz alapján pontosan milyen körben és milyen indítványra járhat el az Alkotmánybíróság. A panasz alapján ugyanis, ha az bírói döntés ellen nyújtották be, a testület mindenképp felülvizsgálja a bírói döntést. Az alkotmányjogi panasz egy másik, sajátos esetét is nevesíteni kellene azonban az alkotmányban. Előfordulhat, hogy valakinek jogszabály közvetlenül alkotmányba ütköző sérelmet okoz, de az alkotmányos jogszabály alapján bírói döntés nem születik, mert az érintett nem tanúsít például szándékosan jogellenes magatartást. Erre az esetre szükséges a bírói döntéstől független, de szigorúan személyes jogsérelemhez kötődő alkotmányos jogorvoslat lehetősége. Azt is fontos megállapítani, hogy az alkotmányjogi panasz hatáskörének tervezet szerinti üdvözlendő bevezetése az Alkotmánybíróság szervezetére, működésére és eljárása vonatkozó változtatási igényeket vet fel, és az érintett bírósági szervezet bevonását is igénylő előkészítést tesz szükségessé. Tisztelt Ház! A hatékony alkotmányvédelem megvalósulásának esélyét rontaná, ha az új alkotmány az erre irányuló javaslatot elfogadva fenntartaná az Alkotmánybíróság hatáskörének tavaly novemberben elfogadott csökkentését. Az alkotmánymódosítás előtt a Magyar Alkotmánybíróság hatásköre a jogszabályok alkotmányellenességének utólagos vizsgálata tekintetében megegyezett más európai országokban alkotmánybíróságként elismert szervezetekével. A jogszabályok utólagos felülvizsgálata során az alkotmánybíráskodásnak két fő követelménye van. Az egyik, hogy az alkotmánybírósági kontroll valamennyi jogszabályra kiterjedjen azok szabályozási tárgyára tekintet nélkül. A másik, hogy az alkotmányellenesnek minősített jogszabályt az Alkotmánybíróság megsemmisíthesse. A novemberi hatáskör csökkentés Európában példátlan volt, fenntartása indokolatlan. Az új alaptörvény alapján az Alkotmánybíróság utólagos normafelülvizsgálati joga meg kell, hogy feleljen ennek a két feltételnek. Bízunk abban, hogy az új alkotmány helyreállítja a vita során a minden jogszabályra kiterjedő normakontrollt. Az Alkotmánybíróság utólagos felülvizsgálati jogkörének ilyen visszaállítása ugyanis a magyar alkotmányos rend lényegi biztosítéka. E biztosítók nélkülözésének véglegesítése a költségvetési pénzügyi törvények esetében ráadásul különösen fájóvá válhat akkor, amikor az alkotmányozás egyik céljaként éppen a gazdasági alkotmányosság hangsúlyosabbá tétele és közpénzügyi fejezet beiktatása fogalmazódik meg. Tisztelt Ház! A leglényegesebb szervezeti kérdéseket az Alkotmánybíróság függetlensének biztosítása érdekében továbbra is indokolt az alkotmányban szabályozni. Az alkotmányba kell rendelkezni az Alkotmánybíróság tagjairól. Szintén itt kell rögzíteni az alkotmánybírók jelölésének és megválasztásának legfontosabb szabályait is. Mind a bírói függetlenséget, mind az Alkotmánybíróság intézményének stabilitását jól szolgálja a javaslatban az alkotmánybírók megbízatási idejének 12 évre növelése, az újraválasztás lehetőségének kizárása mellett, melyet a testület régóta szorgalmazott. Az Alkotmánybíróság szervezetére és eljárására vonatkozó részletes szabályokat a hatályos jog szerint az Alkotmánybíróság ügyrendje állapítja, pontosabban állapítaná meg. Az Alkotmánybíróság törvényi kötelezettségnek eleget téve számos alkalommal az országgyűlés elé terjesztette az ügyrendi törvény tervezetét, és szigorúan tartja magát a saját közlönyébe közzétett ügyrend szabályaihoz. Az ügyrendet az országgyűlés mind a mai napig nem fogadta el. A jövőben, tehát célszerű a garanciális ügyrendi jellegű szabályokat, a kétharmados többséget igénylő alkotmánybíróságról szóló törvényben, a részletszabályokat még az Alkotmánybíróság által megállapított ügyrendben szabályozni. Végül hangsúlyozom, anélkül, hogy az Alkotmánybíróság feladna azt a gyakorlatát, hogy nem részese a törvényhozásnak, az alkotmánybíráskodásra vonatkozó
majdani törvényjavaslat szakmai vitájában szeretnénk részt venni, tapasztalatainkat a törvényhozó tudomására hozni. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt házelnök úr, tisztelt ház! Az új alkotmánynak a közös európai alkotmányos hagyományokba kell illeszkednie, mert ez a magyar nép és az Európa iránti kettős elkötelezettség bizonyítéka és biztosítéka is egyben. Ha ilyen alkotmány születik 2000-ben Magyarországon, az megérdemli és igényli is majd a védelmet. Nem maradhatnak fehér foltok, ahol az alkotmányos rendelkezések érvényesítésének nincs hatékony eszköze. Kérem ezért, fontolják meg az alkotmányvédelem jövőbeli eredményessége érdekében megfogalmazott észrevételeimet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Jóri András adatvédelmi biztos úrnak. Ennyi a szó, adatvédelmi biztos úr. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, hölgyeim és uraim! Köszönöm a hozzászólás lehetőségét az alkotmányszöveg általános vitájában. Az Országgyűlés adatvédelmi biztosaként már 2010. szeptemberében megfogalmaztam javaslataimat az Alkotmány Előkészítő Bizottság számára az adatvédelmi biztosi intézmény megújításáról. Nézetem szerint a jelenlegi intézménnyel kapcsolatban kettő probléma fogalmazható meg. Az első, hogy az ombudsmani modellben nem hatékony a jogvédelem, mivel a biztos nem tud kötelező erejű határozatokat hozni, illetőleg csak korlátozottan tud ilyeneket hozni, valamint nem tud bírságolni. A másik probléma pedig, hogy mivel az ombudsmanokkal közös költségvetése van, ezért a függetlensége sérül, és ez sérti az ide vonatkozó uniós rendelkezéseket. A kérdés az, hogy a TPER 26-27-es számon beterjesztett javaslat orvosolja-e ezeket a problémákat. A válasz nemleges. Nézetem szerint a magyar közjogban ismert autonóm hatóság modellje nem alkalmas az intézmény hatékony működési kereteinek biztosítására. Az adatvédelmi biztosok Európa szerte vegyes intézmények, független jogvédő szervek és hatóságok egyszerre. A magyar autonóm közigazgatási hatóság azonban egyrészt jellemzően kevésbé független egy országgyűlési biztosnál, másrészt csak hatósági tevékenységet folytathat. A függetlenség kérdéséhez. Ez a követelmény igen fontos az adatvédelmi, és még hangsúlyosabb az információszabadsággal kapcsolatos hatásköröket illetően. Adatvédelem terén a befolyásmentesség biztosítása az Európai Unió elvárása. Az Európai Bíróság 2010. márciusában elmarasztalta Németországot, mert úgy találta, hogy az ország nem teljesítette az adatvédelmi irányelv követelményeit egyes tartományi adatvédelmi szervek függetlenségét illetően. Hasonló eljárás folyik jelenleg Ausztria ellen is. Európai uniós szinten is reform alatt áll az adatvédelmi jog, és nagy hangsúlyt kap az előkészítés során a függetlenség követelménye. Nem hatékony ugyanis az a modell, amely ezt az intézményt a közigazgatás részeként kezeli, szabályozza, ez egy elavult rendszer. Az autonóm hatóságok jellemzően piacon működő szereplők felügyeletét látják el, így a versenyjog vagy a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályozás érvényesülését ellenőrzik a magánszférával szemben. Az adatvédelmi biztos feladata azonban nem csak a magánszektorbeli adatkezelők ellenőrzése, hanem magának az államnak a magánszférát sértő, vagy éppen a közérdekű adatok indokolatlan korlátozását okozó magatartását is vizsgálnia kell. Ez utóbbi szerepe alapvető fontosságú a korrupció elleni küzdelemben is. A nyilvánossággal kapcsolatos hatáskör minden körülmények között fokozott befolyásmentességet, parlamenti szervként való működést indokol. Ez tovább erősíti, hogy a biztos feladata a minősített adatok titkosításának felügyelete is. Hadd hozzak egy konkrét példát. A közelmúltban adatvédelmi biztosként ellenzéki parlamenti képviselők átvilágítása kapcsán keletkezett adatok minősítésének indokoltságát vizsgáltam. És felszólítottam a titokgazdát a minősítés törlésére. A minősítő ezt nem támadta meg a bíróságon, ezért az adatok nyilvánosságra kerültek. Hasonló esetben egy nem parlamenti,
hanem a kormányfő által jelölt tisztviselő eljárásával kapcsolatban még abban az esetben is politikai támadások várhatók, ha egyébként a tisztviselő eljárása elfoglalatlan lenne. Az ilyen politikailag kényes helyzetek jogi keretben kiszámíthatóan történő rendezésének feltétele a parlamenti szervként történő működés. Megjegyzendő, hogy miután a 2009-es a minősített adatok védelméről szóló törvény megszüntette azt a lehetőséget, hogy állampolgárok titokminősítés felülvizsgálata végett a bírósághoz forduljanak, a felülvizsgálatot csak az adatvédelmi biztos kezdeményezheti a hatályos jog szerint, ez pedig azt jelenti, hogy a parlamenti biztosi státusz megszűnése a titokminősítések érdemi független kontrolljának megszűnését is jelenti Magyarországon. A hatósági jogkörök kérdéséhez. Bár jó magam javasoltam először és egyedüliként a magyar jogirodalomban a hatósági jogkörök erősítését, nagyon fontosak a biztos azon jogkörei is, amelyek nem hatóságra, hanem inkább jogvédő szervre jellemzők. Például tipikusan az alkotmánybírósághoz fordulás joga, különösen, hogyha ez nem fog mindenkit megilletni, a formátlan eljárás, a mediáció lehetősége, a nyilvánosság tájékoztatásának lehetősége, stb. Információszabadság téren különösen lényegesek ezek a hatáskörök. Itt elsősorban alapjogvédelemről van szó, nem pedig hatósági működésről, ezért ezen a területen kizárólag a parlamenti biztosi működés lehet megoldás. Az európai fejlődés iránya éppen a közigazgatási hatóság felől a parlamenti biztos irányába vezet, nem pedig visszafelé. Engedjenek meg egy ezzel kapcsolatos illusztrációt. A brit adatvédelmi hatóságot Data Protection Registrar néven 1984-ben állították föl, puszta hatóságként elsősorban nyilvántartást vezetett, illetőleg szankcionált. A jogvédő szerep erősítésével és az Európai Unió 95-46 EK számú adatvédelmi irányelvével vált ez az ezen irányelv implementációját szolgáló törvény következtében parlamenti biztossá 1998-ban, innentől a neve adatvédelmi biztos, vagyis Data Protection Commissioner volt, és végül az információszabadság törvény elfogadása és az ezzel kapcsolatos hatáskör bővítés után lett a neve Information Commissioner, vagyis információs biztos 2001-től. Hasonló folyamat, vagyis adatvédelmi hatóság kap információszabadság hatásköröket, és ezáltal létrejön a parlamenti információs biztos, zajlott le Szlovéniában. Németországban pedig szövetségi szinten fel sem merült a hatóság ötlete, itt a már meglévő parlamenti adatvédelmi biztos kapott információszabadság hatásköröket. Ellentétes megoldásra, vagyis a parlamenti biztos visszaminősítésére közigazgatási hatósággá nincs példa. Jogosan vethetik fel ezek után a kérdést, ha az ombudsmani modell is problémás, mert nincsen bírságolás, és a hatósági modell is, mert nincsen hatékony jogvédelem, akkor mi a megoldás? Nos, ez az ellentmondás csak látszólagos, és abból adódik, hogy a hazai ombudsmanokkal foglalkozó alkotmányjogászok kezdettől fogva egyenlőségjelet tettek az ombudsman intézménye és az országgyűlési biztos intézménye közé. Ez azt jelenti, hogy csak két választási lehetőséget ismernek el, vagy adatvédelmi ombudsman, de akkor nem bírságolhat, vagy adatvédelmi hatóság, de akkor nem hatékony jogvédő. Pedig ez téves. A legtöbb európai adatvédelmi vagy információs biztos parlamenti biztos sem rendelkezik bírságolási jogkörrel is. Sorolom a példákat, Nagy-Britannia, Németország, Szlovénia, Lengyelország. Ezért a megoldás egy nem ombudsman jellegű parlamenti információs biztos, tehát országgyűlési biztos hatósági hatáskörökkel, saját hivatali szervezettel. Megjegyzendő, hogy nemzetközileg is domináns az intézmény biztos megnevezése, commissioner vagy beauftragte, a sokszor hivatkozott és a javaslat szövegében is használt adatvédelmi hatóság, vagyis Data Protection Authority azért került az EU adatvédelmi irányelvébe, hogy lefedjen egyes sajátos szervezeti megoldásokat összefoglaló terminusként. Ezek olyan testületi szervek, mint például a francia CNIL. Ezeknek az országoknak azonban soha nem volt fejlett információszabadság joga, tehát itt kifejezetten ezek a testületi szervek csak adatvédelemmel foglalkozó intézmények, ráadásul hasonló testületi szervek tagjait is általában a parlament választja. Az információszabadság hatáskörökkel is rendelkező intézményekre jellemző biztos
megnevezés sokszor éppen az információ szabadság hatáskörök telepítése után váltotta fel a hatósági megnevezést és a hatósági szervezetet. Végül megkérdezhetik, hogy miért tartom szükségesnek a parlamenti információs biztos szerepeltetését, illetőleg a választás szabályainak rögzítését az alkotmányban. Ennek indoka az, hogy az alapjogvédelem fontos garanciájáról van szó. Különösen indokolt az alapvető szabályok rögzítése, mert a javaslat szerint az adatvédelmi és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény egyszerű, feles törvényi körbe kerül, vagyis az alkotmányi garancia nélkül a mindenkori egyszeri parlamenti többség szabadon alakíthatja az intézményt, sőt, a korrupció elleni fellépés szolgáló információszabadság hatásköröket, mivel ezen a téren nincsen EU szabályozás, akár el is törölheti. A biztos alapjogvédő működéséhez szükséges továbbá azon hatáskörök megléte is, például az alkotmánybírósághoz fordulás joga, amelyek alkotmányi szinten szabályozottak. Mindezek alapján a következő szövegjavaslatot teszem. Magyarország alaptörvényének római 5. cikke 3. bekezdés. Az országgyűlés a képviselők kétharmadának szavazatával a 2. bekezdés szerinti jogok hatékony védelmére információs biztost választ. 24. cikk D pontja. Az alkotmánybíróság, a kormány, az országgyűlési képviselők 1/4 vagy az információs biztos kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályok alkotmányosságát. Az itt elhangzottakat javaslatommal együtt írásban is eljuttattam önökhöz. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, adatvédelmi biztos úr. Megadom a szót Kállai Ernő úrnak, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának. Öné a szó, biztos úr. Tisztelt Országgyűlés! Azért kívánok élni felszólalási jogommal, mert az elfogadás előtt álló új alaptörvény döntő hatással lesz Magyarország kisebbség és nemzetpolitikájára. Annál is inkább indokolt most megszólalnom, mert a beterjesztett tervezet, ha ebben a formában fogadják el, a jövőben nem tenné lehetővé, hogy a kifejezetten a kisebbségi jogok védelmére választott ombudsman állhasson ki a nyilvánosság elé, a kisebbségek szószólójaként az országgyűlés plénumán. Mostani felszólalásom is e szerepkörömhöz kapcsolódik. Az országos kisebbségi önkormányzatok egyeztetett álláspontját kívánom az országgyűlés felé közvetíteni. A nemzetiségi közösségek megdöbbenéssel tapasztalták, hogy az alaptörvény jelen változata jelentős visszalépést eredményez a kisebbségi jogok terén, és az elmúlt 2 évtized kisebbségpolitikai eredményeinek szisztematikus lebontásához vezet. Az elmúlt hetekben a kormány, valamint a jogalkotás előkészítésében közreműködő Nemzeti Konzultációs Tanács egyértelműen kinyilvánították, hogy példaszerű szabályozást kívánnak a kisebbségi jogok tekintetében. Az országgyűlés által tárgyalt TPER 26-27 számú törvényjavaslat azonban nem felel meg ennek a célkitűzésnek, ezért az országos önkormányzatok, illetve szakmai érvek alapján magam is annak módosítását tartjuk szükségesnek. Az országos kisebbségi önkormányzatok vezetői kidolgozták az alaptörvény módosítására vonatkozó javaslataikat. Az elkészült normaszöveg tervezetet alapfeltételnek tekintik ahhoz, hogy támogatni tudják az alkotmányozás folyamatát. Ezeket a javaslatokat március 18-án átadták a közigazgatási és igazságügyi miniszternek, valamint az országos önkormányzati elnökök felhatalmazását bírva a mai napon eljuttattam az országgyűlés alkotmányügyi, valamint az Emberi Jogi Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságához. A kisebbségi közösségek alapvető elvárása, hogy az új alaptörvény biztosítsa a kisebbségi jogok, így különösen a kulturális autonómia, a kisebbségi közoktatás, a hatékony önkormányzati önigazgatás, a jogaik védelmét ellátó országgyűlési külön biztosi intézmény megőrzését és fejlesztését. A kisebbségi közösségek azt kérik, hogy az alaptörvény bevezető része, a nemzeti hitvallás utaljon a Magyarországon élő nemzetiségekre, közös történelmükre, a magyar kultúrát is gazdagító értékeikre, hagyományaikra, nyelvükre. Az országos kisebbségi önkormányzatok egyik legfontosabb elvárása, hogy az alaptörvény, a magyar nyelv, valamint a siketek és névnyelv nyelvelvének védelme mellett
a nemzetiségi nyelvek fennmaradásához szükséges feltételek biztosítását is állami kötelezettségként fogalmazza meg. Ez a szabályozás áll összhangban a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának, illetve az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményének rendelkezéseivel. Az alaptörvény szövegébe be kell építeni a kisebbségek közéletben való kollektív részvételi jogát. A közösség tagjaként gyakorolható nemzetiségi jogokat azért indokolt külön is említeni, mert az Alkotmánybíróság megállapítása szerint ezek jelentik a kisebbségi képviseleti rendszer egyik alkotmányos